neked van gyereked, és ezen te így mentél át. Úgy értem, amúgy is jó önmagában, de hogy van erről élményed, hogy így. Hát engem ő tart a földön, szóval én most a csillagtérképben vagyok éppen, azt próbálom megfejteni. És amikor reggel kakaót kell csinálni, meg megnyugálni. Igen. De hogy tartottad meg őt annak idején? Mi volt mondat? Volt mondat? Nem. Mondat nem volt, hanem viselkedés. Uh-huh. Nem, pont nem. Az ellenkezője volt. Képzeld, az volt, hogy nálam szétcsúszni szabad. Tehát nem kell mindig összeszedetnek lenni egy ilyen dologban, tudod? És ugye ezt láttam rajta, hogy ebben ő szeretne egy kicsit úgy, hogy elvarázsolódni, egy picit elmenekülni a mesékbe, egy picit, szóval, hogy nagyon sok szerepjátékot játszottunk, még most is nagyon szereti ezt. Ez az egyik ilyen menekülés. A másik meg, az, hogy ilyen teljes nyíl, teljes csend, teljes elcsúszás. Szóval, hogy így úgy tudunk egy ilyen egybefolyásban lenni, és az nagyon... És ugyanígy te vele tudsz teljesen szétcsúszni? Úgy igazán szétcsúszni vele tudok. Ez azt jelenti, hogy így, amit mondasz, hogy tök látható vagy számára? Hogy én szétcsúszni hagyom magam előtte? Hogy ami bent, az kiúszol, meg, hogy így jöhet felé. Igen, igen, és hát sokszor amikor instabillá válok, akkor először nem is tudom sajnos elkapni a dolgot. Tehát lehet, hogy ő szól, vagy ő jelez vissza valami olyan erőset, amitől az ember magához kap, hogy ez most nem egy egyensúlyi helyzet, igen. És te is? Hát olyan csodálattal hallgatom ezt, mert ugye az Orka 10. Azért ez egy kettősség. Ez egy kettősség, tehát ennek van egy bennem van egy olyan érzés, hogy vajon szabad-e ennyire megmutatni, mert hogy ő azért még félistenként tekint rád. Yeah. Hát figyelj, én ezt választom mindig, tehát hogy inkább látható leszek, mert úgy is látja rajtam. Tehát akkor inkább mondom, hogy nyuszika, most sík ideg vagyok. A legelején, és én most ugye egészen friss élmény bennem ez, azért magamat is meg kellett tartani. Tehát azt éreztem, hogy egyrészt én is rengeteg energiát kell tennem abba, még mindig egyébként, hogy magamat megtartsam. Egy szülés, egy ilyen beszűkült csatornán éppen megy át az ember, és akkor semmi másra nem tud koncentrálni, csak arra, hogy akkor mi a De te következő. Már utána vagy? Nem, dehogyis. De előtte járok ebben. De miért érdekes, hogy azt mondod, hogy nem, dehogyis, hát eltett? Még mindig születsz, kitolás és semmi? Persze. Nem, én valahogy úgy fogalmazom meg, hogy van egy ilyen iszonyú nagy erejű sportkocsi, ami én vagyok, és annak az egyik kereke a négyből be van akadva. És így iszonyú erővel pörgök körbe még mindig. És lehet, hogy néha így kicsapódok, de hogy nem tudok egyenesen menni valami cél felé, amit úgy látok, az egészen biztos. Úgyhogy valami fék nekem be van akadva. De érdekes, hogy ezt mondjuk. Ezt még fel kell oldani, igen. Mondjuk én nem így látlak, mert nyilván te ezt tök más a te érzékelésed magadról, de én csak így lekövet, hogy te mi voltál és mi lettél így a post-divorce korszakban, az így nekem nem tűnik ennyire spirálnak, de lehet persze, hogy magánéletben meg igen. Lehet, meg ez egy nagyon nagy kör, tehát, hogy persze, tehát hogy lehet, hogy halad valamerre, de hogy van benne egy ilyen nagyon, nagyon erős tudom, ilyen félelmekkel, sérelmekkel és fájdalmakkal teli gócpont, ami még... amihez még hozzáérni fáj, tehát még ilyen gyulladt állapotban van a dolog a szervezetben, az egészen biztos. És ezt próbálod nézegetni, vagy nem, így, hogy így van?
Vagy mibe vagy most? Az odafentről nem nagyon engedik, hogy én ezt ne piszkálgassam. Hogy ne piszkálgassam. Hogy minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt még hagyjuk békén. És ez nem nagyon engedik, hogy ez így legyen. Mindig kapok a gyerektől egy mondatot, mindig kapok egy élethelyzetet, mindig belekeverem magam egy olyan fázisba, hogy legalább egy pici szeletét ezt ennek. Te úgy működsz, hogyha jön egy ilyen, akkor mész? Igen, bár én is látok magamon ilyen körbekeringés, de az igaz, hogy én ebbe vadállat vagyok, tehát hogy kicsit szerintem úgy is látom néha magam, mint ilyen autisztikusan ilyen egy trackre kerülök, és addig megyek, amíg ebből valami nem lesz, amíg ebből a saját, hát ebből a nehéz tudból, ebből az anyagból valami nem lesz, és akkor az valamit kioldódik, vagy valami így. Ez csak így megkönnyi, a sárból lesz a lepke. Mondok egy példát, ez a volt szeretőm, ami hálainek, hogy mit köszönök meg a volt páromnak, ez akkor született, amikor még egy picit én nekem ez korán volt, de azt éreztem, ha elkezdek ezzel így burkászkodni, babrágatni, akkor ott valami lesz. És akkor leírtam egy első verszakot, akkor szólt a Dongó, hogy hülye be azokat a képeket, oké, köszi, de ne haragudj, jó, igazad van teljesen. Átírtam, és tényleg lett valami, amitől egy csomó mindenre rájöttem, hogy tényleg mennyi mindent megköszönhetek neki. Jó, mondjuk, ha gyereked van, neked van gyereked, akkor eleve a gyereket biztosan, tehát, hogy azt tudjuk. De egy csomó mindent még, tehát, hogy így, és hogy például azt is, hogy elment. Hogyha te visszamész 10 hónappal ezelőttre, akkor te milyen vagy? Amikor 10 hónapja nem voltatok együtt. Én egy sértett kisfiú voltam ebben a dologban, az biztos. Ja. Ez egészen biztos. Ott laktam abban a mi közös 13 éves múltunkban, és vergődtem abban a helyzetben. Tudtam, hogy annak egyszer vége, mert azt el kell adnunk, azt a házat, ahhoz, hogy értelmesen szét tudjunk menni. Nyilván nekünk ebben volt egy ilyen... Szóval a külvilággal is meg kellett ebben küzdeni, ha emlékeztek, hogy ugye mi akkor eléggé ilyen sajtóközeli termék voltunk, mint musical duett formáció, és igazából mi voltunk az elsők, akik úgy intézték ezt a dolgot, hogy erre így bezártuk a kis kredenc ajtót, tehát mi erre nem beszéltünk. És volt egy folyamatos ilyen presszió erre. A sajtódal? A sajtó részéről, de... És akkor ez egy ilyen... Egy ilyen őrlődés volt, hogy akkor viszont kivel lehet beszélni erről, hogy ki az, akiben megbízhatsz, és ki fogja ezt kiadni, vagy nem kiadni. Nekem az jutott eszembe, hogy te így kirakod, meg kiénekled. Hát nekünk ugyanez volt, tehát mi ebben egy új... Ja, bocsánat. Szóval, ugye ez azt jelenti, hogy nem tud kijönni, akkor okozhat egy ilyen elakadást, hát, így a tovább lépésben. Ez hát az... Egészen pontosan okoz. Én ezt annyira elzártam, én ezt összekevertem azzal, hogy aztán mi ezt... Mert hogy az indulatok azért megvoltak, és pont ezért, hogy ez semmilyen módon ne kerüljön felszínre, ezt mi egymás között is, a négy fal között pont is lezártuk. Pont ezt lezártuk a négy fal között, hogy ez inkább most ez kerüljön le valami mély elfolytás helyre, és ez azóta nem kapott feloldozást. Ennek a kibeszélése az még mindig vár. Hú, nagyon példaértékű, hogy ezt így, hogy ennek a nehézsége megmutatható, de közben úgy, hogy ezt így nem rakott ki, meg nem rakott ki a másiknak így a semmit. Hát igen, mert nagyon, mi mind a ketten nagyon sebesültünk ebbe, szóval azért ebbe. És hogy így ez milyen szép. Alakul ez a béke bennem biztosan. Tehát én már be tudok menni úgy, abba a lakásba, mondjuk amikor az ember megérkezik a gyerekére, akkor gyere már, üljél, még pakol, így áll egy kávét, és tudod, amikor még nem akarsz, és akkor
hiszen szocializálottunk egy társadalomba, és akkor úgy illik jó, de azért meglátod még a saját bögrédet, meg a... még 6 év után is megvan a bögréd. Szóval, hogy vannak még olyan dolgok, amin át kell menni, de aztán ezt így lerakod, és azt mondod, hogy és akkor mi van? Ígyunk egy kávét. Ígyunk egy kávét, és akkor ebben már úgy nagyon sok minden oldódott. Úristen, annyi minden megmozdul bennem. Egyrészt, hogy milyen nehéz lehetett ebben nektek létezni, mert én azért nem pont ebben létezem. Másrészt, hogy úgy annak is nagy ára van, amit én csinálok belül. De attól, hogy ahogy mondtad, hogy így kijön a számon, annak van egy ilyen, nem tudom, elkezd így gyógyítani, hogy nem marad bent ez a... Hát a narratív terápia. Igen, egyrészt sokszor, és egyrészt narratív, másrészt meg közben tök érzelmi attól, hogy dal, attól meg elkezd így valahogy repülni, és hogy attól viszont elkezdek én változni, meg így gyógyulni, meg mások is. Haza találok én. Haza találok én.